Berek videóztam telefonnal. Hogy kell? Felkeltem. 7 óra pár perc. Normális, jó kipihentem magam, mondjuk 11-ig fenn voltunk. 9 órás lett a live. Azért ez kemény. Megnézem a telefont. Családcsoport, Messenger, anyáméknál hó, tesóm már kutyát sétáltat, hó, kinézek, eső. Hát nem mondom, hány fok van. Rossz helyre dobtam. -4! Normális! -4 fokba eső esik. Búzis. Elfogyott a túlsfültöm, rózsabimból vehetnék. Valamit be kéne kapni, de akkor nagyon jönnek a Jakoma. Neked kell jól elpakolni. Jön ma Tesco. Mindenkinek lesz jó. Nincs mit ennem. Bajos kenyeret. Paradicsomos gombaut. Ezért rendeltem kényelmi készételeket. 9 darabot. Ez lehet, hogy sok. Ezért. Sajtos szalonnás tészta, meg spenótos sajtos ezért, meg minden. Nem volt valamiből. Azt hiszem mindegyikből 2 rendeltem. 4 dologból. Nem, valamiből 3. Mindegy. Mindegyikből 2, de valamiből 3. És így lett 9 termék. A tészta az 1500, abból 2. A rakott tészta az 1200, abból 2. A előpácolt, rántott csirke szárny, füstölt, az egy 1000-es. És rakott tésztát nem akartam, most tudjátok, ez a lazanya, lazanyai, ez egy hamisítvány, de mivel valami nem volt, ez jön, elfogy végül is. Csak most ki akartam próbálni minden mást, de úgy, hogy azért azt a tésztát is rendeljem, ami múltkor nagyon ízlett. És akkor ez a 9 napig nem kell főzni. Kicsit most pusztítom a helyettem. Főzzenek, pont tegnap mondtam a blogba, ha jól emlékszem. Jó lenne már ez a valaki helyettem főz, én csak megeszem szindróma megint egy kicsit. De mostanában annyit főztem, mint az állat. Még volt egy paprika is. Szeretem, mikor meg van főzve a paprika, és rohadt keserű. Finoman keserű. Az olyan, mint a kutyusoknak a füljukuk, tök illatos, pedig olyan furcsán illatos, és ezt hívjuk úgy, hogy kellemes bűz. És mi van? Mit tudom én? És kész. Elkezdtem ezt a mi kis falunkat, nem már. Hallottam én ezt itt-ott. HD filmek pont izén fent van. Pont izén. Mert ez a jobb, mint a tévén nem volt fent, HBO-n nem találtam, Netflixon nem találtam, mondom akkor. HD filmek.net ott fent van. Hát ilyen háttérzaj, közben a telefonomat piszkám, szóval nem egy olyan sorozat, hogy így. Néha se tudom már mi van, meg mi történt. De ott kellene vlogot néznék olyan
szótok szám. Jó, miért van itt három kanál? Melyik volt előbb a kezembe? Ez? Nem kakis? Jó, ez fagyra. Ezt már mondtam nektek, ugye? Szerintem a paradicsomos töltött paprikám lehet a legjobban élvezni. Mert ugye paradicsomos, azaz savanyú. Sózzuk az ételt, szóval sós is. Édes, mert cukrot rakunk a paradicsom szószba, hogy ne legyen annyira savanyú. És keserű a paprika miatt. Így minden itt van. Anyám küldött receptet, hogy képzeld el a paradicsomos káposztát. Egy nagy vajlinggal. De szereted a paradicsomos gombócot is, nem tudod melyiket főzzed. Egyszerre. Paradicsomos káposztába a gombócok is ott főnek. És hogy finom. Elképzelted, hót jó, nem? Kilenc és tíz között jön a Tesco, most olyan 8 lehet. Jaj. Én már olyan nyűgös voltam tegnap a live-ba, már az elején. Aztán Gabival már jó volt. Kicsit hepajkodni. Túlzásba vittem nagyon ezt a videózás, vélyes live-ozás, hogy kéne már egy hétvége. Jaj, ez rossz ötlet volt. Inkább inni kellett volna. Az HBO kirakta a Facebookra ma. Már csak 5 nap, és az HBO-n premier. Blackedem. Mindenki. Mi van? Már is felejtettem, olyan rég láttam. Zárójel kezdődik, jobb is. Zárójel bezárólik. Subri-bugri. Hát mi ez a téli álom, kérem szépen? Mi ez a téli álom? Istenem. Istenem, Istenem. Nem szeretem azt, hogy a kezemet piszkálod, mert félek, hogy levágod a körmöm. Kis csámcsila.
Csincsilla. Érzékszervekkel teli fej. Bolya. Ez a szék. Nem. Elmegy az életkedvem, ha rád nézek. Ha ráülök, akkor meg az életem. Hó, süt a nap. Te fiú. Mert ugye, én nagyon ritkán eszek tésztát, sajnos, pedig szeretem. Nem úgy, mint a Laci, aki szerint, hát a tészt az nem étel, krumpit adja. És néha pedig kell, az jó, bedagad, jól hízlal is, mert tudjuk a tésztában mik vannak. Pedig, ezt nem is értem, mert ugye krumpival mennyit kell szarakodni, de én is azt szeretem. A rizst azt ugye el lehet rontani. Tésztát nem. Megső, megeszem. Inkább azt, hogy sokszor csinálok olyan kaját, amihez nem illik. De a tésztát teszek, az nálam annyiba kimerül, hogy túrótlan csúsza. Vagy amihez a nokedli lenne jó, de nokedlit csinálni lusta vagyok. Mert már pörköltet is kenyérre leszem, nem csinálok hozzá ízét. Köretet, hanem főzök bele krumplit. Ennyi a hó, anyu. Hát, hogy valaki tüsszentett, aki nagyon sok kokain szívott teste, azt ennyi. Ja, itt olyan vihar volt, leszakadtak a fák. Most ami jobban ki van nőve, azokat inkább levágják, meg belelógott egy csomó izébe, villanyvezetékbe. Azt én is csináltam még a titásznál sokat. Lágyosni a fákat a villanyvezeti. Hello. Eleinte annyi volt a feladatom, hogy stop. Be fog esni valami. Aztán már volt oszlopra mászás is. És nálam napszöveg, én ott meghalok. Na jó, dibáj. Ilyen kár. Hogy elmúlik a nyár. Cső! Most mondtam, hogy ne oldj be. Ha nem nézed a live-ot. Hova tűnt a borostám? Kezemet elég tudom tartani. Lassan visszadöbrönted-e mikor? Hát most is, hogy Gabi mondta, hogy lehet, hogy majd csak 25-én jönnek. Csinálok én. Én 3 nap az, ami jó volt nekem, hogy csend, erdő, megyek ide-oda. Hát nyáron nem. Nyáron 3 hónap is kevés, hát medence, barnulás, bográcsozás. Aztán már csak így ülök a konyhába. Már csak eszembe jut, hogy megyek az erdőbe, akkor sár, vizes, vezetek. Aztán csak ott ülök a konyhába. Tévézni nem szeretek. Anyu néz valami sorozatot, akkor a közepén tart, akkor mit kezdjem én onnan? Ezt nyomkodom a telefont. Kezd hiányozni azt, hogy normálisan vlogolni, gyors internet, számítógép. Most ott nem merek felmenni. Ezt még nem is láttam nyitva, mióta itt lakok. Ja, hogy ide tűntek a kukák. És papírdobozok vannak. És hogy? Az átütött, hogy Hörbi. A tök aranyos valahogy oda került. Ugye nem ott az S. Szóval tök ara. Az eltűnt. Először azt hittem megfordították tőle. De nem. Átütött, mert tükrözve van. Hát mivel fújták azt fel, hogy átment a lemezen? Elgondolkoztam, de nem ezen. Elfelejtettem. Tusfürdő, meg még valami. Mondom, ha már Bali néninél vagyok.
kikocsolhatom, utána ettem, kidobáltam a cuccokat. Kutya. Elkezdődött. Ott vannak a fenyők. Ez meg fekete ribizlis márka teja. Miért rakják ki az ember kedvet kaposzt vesz? 30 ezer forint. Normand. Mindenhol hirdetés. Vagy cikkek. Internet. Leírások. Google. Könyvek, zeneszámok, bármi, mindenhol Normand, Normand fenyő, miközben ugye Nordmann két ennel, hát a magyarok mindent megváltoztatnak, ez már Normand fenyő marad, Nordmann, mindikor még gyakoroltuk, hogy a deep throat-ot hogy kell leírni, mert az R-t sose oda raktuk. Azt hiszem ennyi, hoppak meg olvasztok ki valamit, ez. Főzök neki húst. Mert nem eszi a paradicsomos gombócot. Kiskorában az volt a kedvence. Meg úgy köbben az összes kutyának. Csak azoknak örökké. Hopp, az megunja a dolgokat. Azt mondja, a virslit azt nem. De csak a füstölt és klasszik. Onnantól kezdve már lehet bármilyen márkájú. Csak ne legyen sajtos, ne legyen füstelen. Hát az biztos, hogy a füstli klasszika kedvence, azt nem szagolgatja. Az meglátja a borítóját, borítókép alapján ítélkezik. Borba megint úgy jártam a Vali néninél. Nyanyafika. Izé. Mondom, én tudom, hogy kell egy tusfürdő. Meg egy üdítő, mert utána eszembe jutott. Azt úgy nézegettem a polcokat, hogy legyen úgy pénzem, meg kelljen visszaadni. Szóval megnézem mindig először, mennyi a promo, hogy oké, itt egy 200-as, egy 100-as, 220-as, jó. És akkor lehet ennyi a végösszeg, meg lehet ennyi. Ezt most pont úgy jött ki, hogy kereken az 1000-es. Előttem egy nyanya, voltak előttem vagy négyen. Szóval volt ideje, sorban állt. Kipakolta a kosarát a pultra. Közben mondja magáit. Ilonkával voltunk amarra Merindánál, de Rozi nem jött, mert a Sanyival volt a Kati. Pakolgat. Ti-ti-ti. Ütögeti számológépen. Ti-ti-ti. Mármint az eladó. Ti-ti-ti. Tudom, hogy 3580 lesz. És akkor abban a pillanatban. Leveszi a táska. Pénztárca. Kiszórja az aprót a kezébe, kiszórja a pultra. Mert volt itt a 3000 forint, meg az aprót kiszórja. De ilyen anyámmal egy idő. Ez a... 100, 120, 150. Erre... Szor még egy adagot oda, ahol számolta a csaj. És úgy újra. Száz, látta, hogy lett volna már annyit. A személynek nem volt baja. Ide a bökölt, tehát így levette mindent, így. Nem volt semmi. Nem volt idős. Nem volt nyanya. Csak asszony. Nem mondom. Én meg ott állok a két cucca, meg így az ezresse. Csaj, mennyi? 690, meg 310. Számolok. Ez pont egy ezre. Az emberek hol vannak? Pont ma ott Facebookon egy ilyen kép, hogy a jó hiszeműekkel nem az a baj, hogy hülyék, csak azt hiszik, hogy mindenkinek van szíve. Csodálatos eszköz, életem legjobb befektetése. Meg a tévé, főleg ha nem töröm el. Tényleg téged, aki kölcsön adott rá, aztán megadtam, nem keresett fel a NASZ, hogy mi volt az? Akkor Dórit is felfogják, mert ő meg ma küldött. Azt mondja,
Brawl Stars-ra. Mondom, ezt hogy érti. Szia, Hope! Nem jöttél. Nem jártuk volna meg. Most van 9 körül, kicsit elmúlt. És 9 és 10 között Tesco. Utána már mehetünk. Olvasztok ki neked húst, ott van a tegnap ízőt, majd megeszed, nem romlott meg. Szóval, én az ilyesmi miatt iszok. Ilyen apró, én ilyen érzékeny lelkű vagyok. Szóval jobban, mint ti. Szóval ezért halogatok mindent a legutolsó napra is például, akármi. Jó, mindenbe bele tudok szokni, de a napban is így volt, amikor először találtam egy napos levelet a postaládámba életemben, hogy szerintem egy hónapig ott volt a sarkon. Szóval jobban szerettek félni. Nem, megijedni. Mi? Jó megijedni, mint félni. Szóval, hogy én semmit nem aggódok, túlélem az életet, azt ha megbüntetnek, kifizetem, élek tovább, hogy állandóan rettegésben éljek, hogy marad-e, jut-e. Érted, mit mondok. Most a napban is úgy volt, hogy egy ideig számláztam, aztán nem. Mondom, ugyanitt marad. Hova küldjem? Los Angelesbe, Google-nek mondom. Aztán most látjuk a bevallásait, hol vannak ledokumentálva, ugye minimum havi szinte, vagy ilyesmi. Bementem a bankba, kinyomtattam 4 évre azt a átutalásokat, ezt beküldtem nekik. Itt van minden. Ami sötét, feketével van írva, az ugye jött a számlába, és összeadogattam őket. Ha nem kellett volna mindet, mi az, hogy boldog karácsonyt, puszi, szerelmed, 3000 forint, meg ilyenek? Hát mondom, miért abból is élek, amit kapnak. Nem? Nem kellett volna. Ezért nem fogjuk pluszba megdicsérni, úgy fogalmazott. Hát mondom, ha azt nem nézzük, akkor ott van Google IMC, ami a vállalkozáshoz köthető, és van dokumentum, ugye a AdSense. Azokat összeadogatva, meg nem az jött ki, mint amit bevallottam, ezért helyesbítő bevallás kellett, stb. És mindig az volt, hogy 9-ig van határideje. 9-én felkeltem, akkor ma kell, és akkor délben már hívtak, hogy lejárt a határideje. Mondom, nem 9-e van. Jó, csak szólok, hogy ma fog bejárni. Na, tudom. Ez hogy jött ide? Jó, hogy azért iszok. Az emberek. Hogy? Egy túl érzékeny lelkű. Hát, fú, te. Mennyi bőgök minden nap a kádba, a filmeken, sorozatokon. De a legfurcsábbakon is. Szóval, ami nem kéne. És nem is tudom, mi volt legutóbb. Hát az Ázsia Express végén az erdőbe hódfáradtan jöttem haza Döbrön térre. Azon a... Amikor futnak be ott a... között. Hogy hívják azt. Na de feljezzem már be a mondatomat, mi vagyok? Viccamérgezést kaptam. Mi vagyok? Most ez jó. Illata nincs. Covid. Szóval érte, most is. Hát miért pörögtem ezen ennyire szép magam, más nem szokta szépen ott áll, amikor ő kerül sorra, kifizeti, hazamegy, hanem csak annyira gondolkozok, hogy így átviszem az agyamot a másikébe, hogy velem történik meg, ott állok én, van fél órám, hogy megkeresem legalább azt, hogy hol van a pénztárca, mert még a nyanyaszokás is, hogy kiöntöm az aprót a putra, mint egy hülye, legalább ott legyen a kezembe a pénztárca. Mert akkor annak az embernek, akik mögöttem vannak, ok, másodperceket veszek el az életükből. Hát a szabadságunk, az időnk a legdrágább ezen a világon, mert itt megszületünk, itt megdöglünk. Ezért van az, hogy aki egy bunkó paraszt bűnöző, az szabadság vesztéssel büntetik. Mert nincs értékesebb, mint a szabadságod, az időd, amit te úgy töltesz el, ahogy akarsz, hogy pillangót eszel. Te voltál a múltkor báb. Sőt,
Szóval egy ilyen macskos bűnöző alakok mászkálnak az utcán, akik nem veszik elő a pénztárcáikat fél óra alatt, hanem amikor megmondják a végösszeget, akkor kezdik el keresni, hogy jaj, eleve elhoztam eddig, hó, mit? Mert a Jancsika néniről kellett eddig beszélni. És nem gondol bele. És ez az érzés engem így, hogy? De nem lehet, most ez hazamegy, sírni fog 3 hétig? Mert nem hiszem. Ezért iszok, mert hogy letompulok, és nem tudok ilyesmire gondolni, és akkor nem gondolok, mert így, nem tudom, valahogy így. Új, hopp, és itt van a Vali néninél, én ezt a kutyát elkezdek viccelődni, meg ide. Szóval így, üdj be itt ki. Miattad iszom, te állod. És akkor az úgy, így kezdődik a napom, azért van az, hogy a napi első videók általában ilyenek. Hogy megyek az utcán, ezzel is a faszom kell, azzal is, de utána bejelentkezek, akkor meg gyertek, menjünk főzni az erdőben, csirip, stb. Mert addigra két feles, azt elfelejtem ezt a sok hülyét. És ez csak az egyik dolog, ez előre ki kell számolni a pénzt. Még itthon külön elrakom egy másik zsebben, mint ahol a pénztárcamat. Ha épp nincs úgy, akkor amíg sorban állok, így nézegetek, hogy 30 forint híja van, hogy kerek összeg legyen. Mármint, hogy nem kerek, hanem ahhoz kerek, ami van nekem. És akkor azt a kis cukorkát még leveszem, azt hazáig elszopom. Ez csak az egyik, de 100 millió ilyen dolog van, amitben nem veszik észre magukat az emberek. Sokkal aranyosabb és hiperaktívabb vagy így, amikor éhes vagy. Utána sok hülye eltompítja magát kajával, és hülye el van. Kutyák! Csak a kutyák! Semmi más. Buta a macska és a tigris is, a vízilóról nem is beszélve. Az ember is. Csak a kutya. Cigány maszkja. Na, edd meg paradicsomos gombót kenyérkével. Nem eszed meg. Egész este fújta a ventilátor meleget rája, megszáradt, mint a sáska. Faj. Az enyémet hiába adom neki, nem eszi meg. Még mit áll le mindig? Nincs kint fagy, hát eső esik. Milyen érzékelője van ennek? Mit? Melfülé. Azt csak te szereted. Azt olvasztok, jó? Akkor most nem rizssel, de... Vagy csak úgy. Natur vagy rizs, más választásod nincs. Jó, hogy ehet májat a kutya vicca. Szerinted a farkas megöli kint a péri a változatát, azt de májat ott hagyom. Nem vagy jó. Sőt, az a legegészségesebb házikosz nekik, hogy rizs, máj, répa és csirkemel, és egy kis sertés zsír. Persze meg egy kis víz a rizs miatt. Fűszer meg semmi. Na épp a kihagyható, mert az ugyanaz, mint a máj, hogy fogja a hasat is, és annyira nem értékes nekik, mint a máj. Nem nyuszi ez, hanem farkas volt. Farkasordító hidegben üvöltözték a holdat. Mit képzelsz? Betörél meg minden nagy fehér kerekfejű. Miért ide zseblámpázol? Betörél. Ez a legdurvább vattügyileg, ment a mosogatógép, a boiler az mindig megy, hogy ment ez így meleg fele, hogy melegedjen, mosógép nem. Azt mondom, valaki jót nevetezem, hogy ezeket keverem, nem még van ember, aki ezt nem keveri. Mosógép, mosogatógép, de ez még semmi is. Én szoktam keverni a szőnyeg meg a függönyt. Hogyha nem figyelek, odafelülök. Kéne majd ide venni egy függönyt.
És akkor... Hova, oda, a földre, függöny? Mondom, de mindenki. Én eddig akárkit megkérdeztem, keveri a függönyt, meg a szőnyeget. Le kéne már szedni a szőnyeget, azt kimosni, a függönyt. A mosógép mosogatógéppel is így van, nem? De. Na, akkor... Majd később takarítok. Nézek még egy kis falugecit, aztán közben görgetek az interneten. Olvad már a kombinációd! A kutyák este szoktak enni. Fáj a seggem, szerintem a széklás és itt jobb odat. Ott puszi. Majd a sudri-budri. De szeretem én ezt a kis bunda csoki boborját. Igen, mennyi kalandunk van. Most Kati eszembe jutott. El kell tartatni a német juhászukat, mert nagyon beteg volt, kínlódott. Hopp, puszíja. Örök vadászmezőkön találkozunk majd. Viszek majd virslit. Amúgy Peti szart bele a jászolba. Hagyjál már! Főzzön a faszom! Na kérem szépen. Most volt helyettesítő. Aha, szóval ez a sűr üzé rántott csirke. De jó! 1, 2, 3, 4, 5. 5 vagy 6, ott van egy még 6. Rántott csirke szárny alsó felső biceps, nem? Csirke biceps. Na, amit akartam, a Tesco főtt spagetti tészta, paradicsomos marhahúsos szószal, és parmigiano reggiano sajttal, ugye az ilyen bolonyai szerűség lett volna. Na de? A helyet jött ugye az, ami múltkor oda lett égetve. Mármint a műanyagrész, a doboz. Ez így van. Ez így van. Ez meg így van. Igen, 9. Na kérem szépen! Tesco főtt spagetti tésztas hajtos szószal és sült füstölt szalonnával, ami múltkor nagyon ízlett. Ugye live-ba volt az, hogy itt ült Vica, én meg mögötte hordozgattam így mutogatva a legutóbbi Tesco pakkot. Az 1500 forint, kettőt vettem 3000 ér, ez a kedvencem eddig. Milyen kár, hogy elmúlik a nyár. Milyen kár, hogy elmozgult a nyál, kicsordult, dam, dam, dam. Ez nagyon ilyen fólia referéses. December 20-ig jó. Akkor nem fagyasztok. December 20, december 22, december 19, december 19, december 23, december 23. Ezt lehet fagyasztani rám, csak ez family frostos. Ezt most fagyasztom. Ezt már mutattam. Tesco pácolt, főtt füstölt, panírozott csirkeszárnyak. 1040 forint, ebből vettem 3-at, 3117 ér. Hát azért meg kéne ezt is kóstolni. Csak ezzel nem találom a dátumot. Dátumot január 2. Január 2. Éljen sokáig a védőgaz! Január 2. Minden a sima hűtőben. Hát én ezeket el kell, hogy fogyasszam, amíg megyek a Döbrönte. Igen? Tesco főtt széles metél tészta sajtos szószal, sült csirkemell, kockákkal és sült spenóttal, ugyanúgy 1500 vettem, 2-3000 ért, szóval ez már csirke, mell kockák vannak benne, és nem füstölt szalonna kockák, mint a kedvencembe. Meg a spagetti is a sültös rajta, de ugyanúgy sajtos meg minden,
Lehet, hogy ez is finomás. Hát ezt ismerjük. Nem, ez lazanya, lazanya, tényleg lazanya. Lazanya bolognai. Finom van, csak sokkal tovább kell melegíteni, hogy megszerezd azt az élményt, amit szeretnél, vagy inkább ki kell szedni tepsibe és sütőbe megcsinálni, csak sokáig kell várni, a többit meg berakod a mikróba, úgy megmelegszik az kész. Mert már nem a fönt pesto. Sertés hús paradicsomos szószal. De ez a rakott. Az meg a 1199, 1200, 2400, 2. 1200. 1500. 1000. 12000. 710. Helyi puttyai. Nem gyűjtöm. Van nektek elég, nem? Van, gyűjtitek tüset. A Harry Potter gyerekeknek való, a gyerekek meg nem tudnak bevásárolni a Tesco-ba, ugye? Azok csak a McDonald's-ba tudnak. Hát ez köszönöm. Incsi, vincsi, vincsi. Ezeknek kihelyezek egy teljes pócot. Kihelyezek. Ki van az már helyezve? Kinevezek. Na jó, vincs ki. Jó van már. Elizabeth. Rakott. Sok-sok csirke. Hóp meg most, és most csak mindig hópra kell főzni. Ú, de figyel, azt mondja, mi van a velem, geci? Hogy beszélsz? Mint a Deli Peti. Fagyos még? Nem múlik anyám. Á, ezt még elvágni se tudom, hó, belefertülni az amúló kicsi kardja. Már 99%-nál járt a videóvágás. Mikor visszabeértem a Tesco-s cuccokkal. És rányomtam, hogy cancel. Ezt majd már ne vegyem fel. A legrövidebb és legunalmasabb Tesco pak részt. Így a vlog végére. De nekem eddig ez a kedvenc részem. Szeretem az ilyen egybe kajákat, ami normális és nem az a szar, tudod, konzerves. Egybe kaja, mint az egybegép. Készétel. Kényelmi élelmiszer. Az igaz. Na, mindent előről. Visszaülök, megnézek egy én falumat. Közben nézem, mi van a neten. Kirakok nektek valami vicceset a Facebook csoportunkat. Kövessétek, ott van a leírásban. Ott hallott, Móni. Felajánlja, akinek van Facebook oldala, azt tudja, vagy csoportja, vagy bármilyen hülyesége. Oldala. Csoportnál nincs ilyen. Jön egy értesítés, hogy új tagok jöttek az oldaladra. Egy gombnyomással kiírja, hogy köszöntjük új tagjainkat, és be van tegelve a nevük. Kirak 12 kék nevűt, tenne. És abból nekem 4 fekete nevű, ráklikkelhetetlen, szóval valaha az életemben már le lett tiltva a Facebookomról. Mert gondolom, egy gonosz bűnöző fasz. Ugye ilyen furcsa az élet, azt lehet azóta felnőtt, élvezi a vándorkonyát, stb. Lehet posztolgat és írogat. De Peti miért nem reagál? Hát mert nem látlak. Most tényleg. Telefonom. Mondom. Én azt még sose nyomtam ide, hogy letiltott számok listája. Baszd meg! Egy oldalon elfér, vagy 30 telefonszám, az így. Csúszka, ennyi. Pedig ez az a számom, ami 2017 óta van meg. Nem pedig örök óta. Hát ez 500 telefonszám. Hívott egy szám, csak ki van írva, és nem az volt odaírva, hogy Teréz anya, vagy Tesco futár. Infóban. Örökre. Hát előbb írjon már e-mailt, nem? Én foglak hívni ez a számon, mentsd el, hogy majd írjon nevet. Hát ugye azóta már be van állítva az, hogy aki nincs benne a telefonkönyvbe, az meg se szólal. Nincs is ott, hogy nem fogadott hívás. Semmi nem történik. Lehet, hogyha úgy kutakodnék valahol ott van, hogy hívott. De nem szokott, én nem látom sehol.
A Facebookon meg sem merem nézni. A YouTube-on tudjuk. Hát azért az elég régóta működik, itt volt egy darált hús itt. Most mit csináljak veled, szerelmem? Hát várni kell, hadolvadjon. Egyben nem rakom be a koktába. Mert még szerint csirkenyakakról van szó, ami egy tömbbe össze van fagyva. Ezt bebaszom mindig a koktába, öntök rá a vizet, az play, 3 percre. És akkor ki is olvad, meg egy nagyon picit meg is fő, hogy a csirkenyakat nem kell szarrá főzni 3 perc. Ajánlom kutyatartóknak, akik lefagyasztották tömbbe. Azt ezt hogy kell? Ma minden máshol van. Fiók állapota. Mi? Tiltsál le nyugodtan, hát ez a Facebook. Profil és megjelölés beállítások. Az nem az. Profil módosítás. Hol van az, hogy beállítások? Szakaszok kezelése. Mi hadsereget építettem? Volt a faka, lakopaka. Bejegyzések kezelése. Jó, itt vagyok, itt vagyok. Csipkész mert... Szép esti mindenkinek! Még rá... Jádáda! 20%! Innen! 20%! Csak miatta töltik le a felnőttek a idét a... 20%! TikTokot! És van fog? Felnőttek. Ja igen, mert felnőtt ember nem TikTokozna. És van ilyen trikó. Na hol van? Van sima trikó és van cipkes trikó. Van sima egyszerű... Beállítások és adatvédelem. És van... Cipkes melltáltó. Van B, C, D, I. Minden mélre van. Minden szín van. Amit tetszik, ami minden van. Ez is most mi van? És van vastag szivacs, és van vékony szivacs. Nézd, ez nagyon szép cipkes. Ez hátó. Ez nincs csat, és van valami csat van. Van kettes csat van, van hármas csat. Melltartó tutoriál. Na de most itt mi van? Itt van, hogy tiltás. Itt meg van egy lista. Tiltások kezelése, de nincs lista. Oldalak listája, alkalmazások listája, események. Akkor az üzenet felhasználók listája. De ott nem jött be semmi. 278 ember, megjelenítés, ott van. Daniel Kochman, Ballo, Bálint, Bendegúz, Bajnok, Mátyás, Horvát. Idős sorrend. Tóth Gyuláné, Gabi ne röhögj. Szöllősi Dominik. George Hatházi. Ganesa Ira. Ferenc Gaudi. Gaudi! Kántor Ádám. Hú, most csak így beleolvadatok. Péter Deli. Rita Marjanovic. Nap után. Edi Zeba. Gyöngyi Jánockiné. Én nem vennék el olyan férfit, akinek kimondhatatlan a neve, normális. Kinga Fodor. Darko. Nem, Domi Darko. Márko Dózsa. Katalin Sas. Hajdu Barbara. Hajdu Barbi. Anita Hós. Hű, vagytok azért. Attila Mennyhárt. Kis Benjamin. Alexandra Hegedűs. Molnár Bernadett, Attila Weiss, Nikolett Vighy, Bakos... Jó sok troll létezik a világegyetemben, ezek miért nem a börtönben vannak? Balatinec Miklós, Fődi Máté, de hát ez a trash csoportba írká. Ja, akkor ezekből alakult? Akkor miért nem az a neve, hogy Hörbi által kitiltott emberek csoportja? Hát de ez egy privát Facebookom emberek, mit kell itten... bűnözködni, mint a néni. K. Dákó Zsanett. Az igen. Tájföldön élsz? Tinka Martin. Nem tűnt ilyen soknak a szám, így leír, vagy 368. Roland Szakály. Az fia van, felesége, kisbabája. Ilyenkor nem értem a... Családtagok nem kérik számon azt a férfit, aki bűncselekményeket követel az interneten, hogy... És kiderül, mit szól majd az avó néni, érted?
mit mondok. Mert az ilyen magányos farkasok azok, oké, hogy izé filmkiller üzemmód, de akik ott babával, feleséggel vannak a képen. Popovics Sándor, Fodor Balázs, Dominik Harkai. Na jó, Lawrence Kissinger. Hát jó, hogy ingert kaphattál akkor valaha. Jó van, sziasztok, kellemes hétvégét mindenkinek. Most már ez le fog merülni. Rendeljetek ki is a Tesco-ból, már Turi Tamás is rákapott, ma kapja meg a pakkot. Remélem lesz róla videó, de nem biztos szerintem, mert... Hol? Zöld háttér előtt. Tesco nem tudja felmutatni ezt a sok sopronit, amit vett, mert eltűnik.